Sziasztok, kedves barátaim! Újra következik az Ekádasi, amelyik november 14-én következik be, kedden. És mostani Ekádasi, ez a maga történet az Ekádasiről, hogyan jelent meg ez a nap, és miért ilyen áldásos ez a nap. Mert az Úr sok-sok áldást és energiát bele rakta ebben napba. Akkor mesélek nektek. Az Ekádasi neve Utpána, és róla olvashatunk Bhavishyottara Purana-ban, ahol Krishna és Arjuna beszélgetnek. Egyik bölcs, Sri Suta Goswami szólt a bölcsekhez. Ha az ember hittel és odaadással hall az Ekádasi dicsőségéről és a szabályok betartásáról, akkor ő eléri a boldogságot ebben az életben, majd a következő életben visszatér az Úr Visnuhoz. Egyik alkalommal az Úr Indra a félistenek társaságában az Úrhoz fordult a következő imákkal. Ó univerzum ura, ó legfelsőbb Istenség személyisége, tiszteletes hódolatom ajánlom neked, folytatta az Indra. Ilyen csodálatos imákat zengett Indra, melyek után kéréssel fordult az Úrhoz. Következőket mondta, egyik alkalommal, amikor a démonok elfoglalták a felső bogórendszert, a félistenek menedéket vettek az Úr lotuszlábánál, és védelemért imádkoztak. Ó univerzum ura, elveszítettünk a királyságunkat, és a földre kerültünk, ahol elmerültünk a szenvedés óceánjában. Az Úr megnyugtatta a félisteneket, hogy ne féljenek, és megkérte őket, hogy részletesen számoljanak be a történetekről. Indra válaszolt, ó kedves uram, egy nagyon hatalmas démon, Nadijanga, akinek a fia szintén egy nagy hatalmú démon volt, Murra, aki elzavarta bennünket, és letelepedett a birodalmunkban, olyan erővel bírt, hogy összefogva teljes erőnket bevetve, sem tudtunk őt legyőzni. Kérlek szépen, védj meg bennünket, és pusztítsd el ezt a démon. A démon ekkor Chandravati városban élt, aki nagy hadsereggel rendelkezett, ugyanakkor már eléggé kimerültek voltak a hosszú háború miatt. Mindezek mellett még az Úr sem tudta legyőzni semmilyen fegyverrel, ezért közelharcban kellett, hogy ereszkedjen a démonnak. 10 000 évig tartott a harcuk, és végül legyőzte Murra démont, de nem ölte meg. A harc után az Úr elment Badarik Ashramba egyik csodálatos barlangjában, ahol szeretett volna lepihenni. De a démon utána ment, hogy megölje az Urat alvás közben. Ekkor az Úr testéből megnyilvánult egy ragyogó leány az isteni fegyverekkel a kezében, és rövid küzdelem után levágta Murra démon fejét. Ezután Murra démon követei sietve menekültek a felső bolygórendszerből a patalalokára. Miután az Úr felébredt, így szólt, ó kedves Istenő, nagyon elégedetté tettél, és hálás vagyok, hogy megöltél a démont. Te vagy az én lelki energiám. Mivel megjelentél az Ekádasi napján, ezért a te neved Ekádasi. Bárki, aki követni fogja az Ekádasi fogadalmát, megszabadul az összes bűnös cselekvésnek a következményeitől, és eléri a mennyei boldogságot. Ettől a naptól az emberek tisztelik Ekádasit a világban. Ó Arjuna, azt az embert, aki követi az Ekádasi fogadalmát, megjutalmazom az én legfelsőbb hajlikámra való jutással. Erről szólt ez a történet, lehet akkor tartani akár szárazbőtöt, akár lehet vizet inni, akár lehet enni gyümölcsöt vagy zöldségeket, de a lényeg, hogy tartózkodjunk hűvelyesektől és a gabonától. A bőt megtörése pedig november 15-én lesz, 6 óra 48 és 8 óra 42 perc között. Ne felejtsetek feliratkozni a csatornára,
hogyha hasznos volt a videó, tegyétek lájkukat, írjátok a kommentekbe, hogyan megy nektek a bőt, és majd nem sokára találkozunk. Hare Krishna!